A Szociális Munka Világnapját 18 éve ünneplik Magyarországon. Ezen a napon a társadalom megköszöni a munkáját azoknak, akik rászorulókkal, betegekkel vagy rossz anyagi körülmények között élőkkel foglalkoznak. Hazánkban 1985 tavaszán indították el az első 12 családgondozó központot. Ezek egyike volt a nyírbátori, hangzott el a településen rendezett ünnepségen. Az itt dolgozók Nyírbátorban és a környező 20 településen közel 5000 embert látnak el. Intézményünknek most jelenleg 140 dolgozója, főállású dolgozója van, és több tiszteletdíjas is, akik a házi jelzőrendszeres házi segítséggyújtást biztosítják, és ennek az ügyeleti rendszerét. A szociális problémák szerint, hát ez nagyon összetett, hogyha a gyermekjóléti szolgálatot nézek, akkor vannak szülői elhanyagolások, anyagi, iskolai hiányzások, ami jelentős nagy mértékben megmutatkozott most az elmúlt tanév során. A szociális munkásokon keresztül valósul meg a segítő szándékból cselekedet, a szakmából hivatás születik az itt dolgozók számára, mondta köszöntő beszédében a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A szociális szférában dolgozók bérkiegészítésére az elmúlt 2 évben közel 20 milliárd forintot költött a kormány. Ez az összeg jövőre tovább emelkedik, annak érdekében, hogy az egészségügyben dolgozók béréhez közelítsen ez a szám. A gyermekjóléti és családsegítő központokat január 1-től összevonják, jövőre összesen 198 központ fog így működni. Minden járásban kijelölünk egy gyermekjóléti központot, ez a járási székhely önkormányzat gyermekjóléti központja lesz, amely felelős nem csak a saját településen élő gyermekekért, hanem a járás összes településének, a gyermekjóléti szolgálatának a munkáját kell, hogy segítse két értelemben, két módon. Egyrészt a hatósági típusú ügyintézési folyamatokba be kell, hogy segítsen, másrészt pedig olyan kiegészítő szolgáltatásokat kell biztosítani a járás egésze számára, amelyek korábban alig-alig voltak hozzáférhetők. Ez azért fontos, hogy minden gyermeknek legyen esélye arra, hogy ne kelljen kikerülnie a családból, ne legyen kiemelve a gyerek a családból csak azért, és kerüljön állami gondozásba csak azért, mert jövedelmi nehézségek vagy problémák vannak a családban. Az erre szánt forrásokat 10,1 milliárd forintról 10,6 milliárd forintra növeli a kormányzat, tehát 500 millió forinttal emeljük a működési támogatását a gyerekjóléti rendszernek, és a nem működési, hanem fejlesztési támogatást, amely a felkészítést segíti az indulásra, a járási központok mindegyike 2-2 millió forintot, összesen 400 millió forintot egyszeri fejlesztési, felkészülési támogatást fog kapni. Az összevonás lehetővé teszi, hogy az eddigi 50-60 család helyett egy dolgozó maximum 25 feladatait lássa el. A településeken család és gyermekjóléti szolgálat, még a járásokon központ működik majd. Utóbbinak két további feladata is lesz, a gyámügyi igazgatással való kapcsolattartás, valamint a pszichológus és egyéb szakemberek biztosítása a gyermekeknek.